Sziasztok, kedves barátaim! Itt vagyunk utolsó nap Kisinev városban, Moldáviának a fővárosa. Be is mutatom nektek egy kis templomot, körbe sétáljunk röviden, és lehet, hogy el is mesélek, mik voltak itt, mik történtek az utolsó hét alatt. A templomnak a főbejárata, egy kis emeletes épület, de viszont nagyon zsúfoltan megcsinálták, mert itt a szomszédok, szóval jó barátságban élnek, teljesen így egymás mellett élnek, van egy kis, az egy ilyen kis parkoló, az a kijárat az utcára, hát gyakorlatilag belváros, szerintem 5-10 perc gyalog innen a belváros, sétáló utca nincsen a városban, viszont van az a szép tó, ahol láttatok jó kis kirtánt, harinámot, éneklést, amit mi próbáltunk csinálni. Jó, lehet, hogy bemegyek ide, megmutatom, van egy kis, itt van egy lépcső, látok, és ez itt, hoppá, kis ilyen büfécske, ami működik, ők megcsinálták, itt a pincébe. És itt nincsen ár, itt nem fizetnek, hogy most ennyibe kerül ebéd, hanem ott van egy kis ládékó, és adományért adnak, és általában jót adnak adományokat, és jó, működik. Hari Krishna! Sziomki! 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 Ráma! Hari Krishna! Ő volt az itteni vezető, templom prezidentje, és most megyünk be a templom épületbe, nagyon tiszta, jól néz ki. Látjátok, itt vannak vendégszobák, vannak nőknek a szobája, ahol lehet átöltözni. Hari Krishna. Itt van a Barishi Maharaj, csak kivel szoktam utazni, prédikálni. És most megyünk. Itt van Srila Prabhupád, és akkor most megyünk templomszobába. És lépcsőn, fönt van a templomszoba. Jól néz ki, hogy ilyen kis képek vannak, és szép, világos, jó illatok vannak itt, kellemes érzés, így jó. És most megyünk templomszobába, és most pont látom az oltár, az egy kicsit így zárva van. Így néz ki az oltár. Itt van Srila Prabhupád. Ilyen kicsi murti. És akkor... van, hát jó, nagyon orosz kis mantra. Szép Prabhupád kép. Ezt a szám, amelyiket szoktak leckét tartani. Van kis hangosítás is itt az oltár, most megpróbáljunk így kamerát rakni. Ugye védelem alatt van mindig az oltár, hogyha nincsen sok ember. Így. Ez a gornitáj, ez a főoltárok. Szép látszik, hogy ilyen jó minőségi márványból van, tiszta, sok virág szokott lenni az oltáron, nagyon gondoskodnak szépen itt a dolgokért. És hatalmas nagy képek vannak a falon, és amit nem fog látszolni szerintem, de Krishna völgyben van egy istenség, Vrindadevi, és nem látszik sehogy, most próbálok megnézni. Amikor sötét van, most kicsit lehet látni ilyen
De mikor sötét van mögötte, akkor teljesen látszik a színes kép, és ez a Krishna völgynek, a Vrindán Devi egy istenségnek a murtiája. Itt van a Tulasi Devi, vagy a szent növény, amit nyakóban szoktam hordani, Tulasi málát. És akkor igazából ennyi a fő épületről ennyi. Igen, mi volt? Hát minden nap volt, mikor két leckét kellett tartani. Általában Maharajjal felváltva szoktunk tartani egyik leckét én, egyik ő, és itt mindig reggel este voltak. Voltak leckék. Felváltva, aztán ő most el volt utazva két napra, akkor én tartottam itt a frontot, ő a másik városba. Itt három, két lecké naponta. Akkor mentök néha ugye énekelni az utcára. Ma is volt két órás lecke. Felvettünk, oroszul persze, felrakunk egy orosz YouTube csatornára, és ma még megyünk tovább Harinámra énekelni, táncolni az utcára. Utána reggel korán repülünk Moszkvába, ott leszünk két héten keresztül. Köszönöm szépen, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, majd találkozunk. Hare Krishna!